Általában ilyen egy péntek délelőtti forgalom egy magyar tulajdonban lévő országos kereskedelmi üzletlánc nyíregyházi boltjában. Az idén tavasszal bevezetett vasárnapi zárvatartás nem csökkentette a vásárlói forgalmat és a cég bevételeit sem. A hétköznapok zsúfoltabbak, illetve a szombati nyitvatartási idő lett hosszabb szinte mindenütt. Tartottunk attól, hogy emiatt esetleg a forgalmunk csökkenni fog. Szerencsére, mivel a vásárlóknak van egy bizonyos keret, amit fordíthat élelmiszer vagy élelmiszer jellegű termékek vásárlására, azt el is költi. És mi tőlünk nem mentek el a vásárlók, ugyanabban a boltban tudnak vásárolni, csak szombaton hosszabb nyitvatartással várjuk őket. Az üzletláncnak a megyeszékhelyen és a térségben 11 boltja van, több mint 250 alkalmazottal. A törvényi változás miatt nem kellett dolgozót elbocsátaniuk, sőt, náluk a multiknál jellemző munkaerőhiány nem jelentkezik, mondta a kereskedelmi igazgató. A kiskereskedelemben viszont munkaerőhiány van, főként az ország nyugati és a középső régióiban. A nagyobb üzletláncoknál pedig az alkalmazottak bérét a vasárnapi pótlékok emelték meg, azóta volt olyan hipermarket, ahol 10% bérkompenzáció történt. Ám több multicégnél még mindig minimálbér körül kapnak a kereskedelemben. A magyar üzletláncnál dolgozó eladók viszonylag jó helyzetben vannak munkaidő és bér tekintetében is. Az átlagbér tulajdonképpen a Szabocskop ZRT-nél az országos szintet meghaladja. A szerencsére tulajdonképpen, mivel nekünk nem volt bérkiesés a dolgozóknak, ebben az évben is egységesen emeltünk bért minden dolgozóra. Tehát nem csak a bérminimum az dolgozó kollégáknak, hanem az összes kollégának egységesen, és ez tavaly is így történt. Éves szinten 5 milliárd forint a kereskedelmi forgalma ennek az üzlethálózatnak ebben a térségben. A boltok továbbra is úgy tudják megtartani bevételeiket, dolgozóikat és vásárlóikat, ha jó áron jó minőségű termékeket tesznek a polcokra. Ma már sokan a magyar jó minőségű árukat keresik.